Szabadságvesztés büntetést indítványoz az ügyészség a kisfiút felrugó karateedzővel szemben. A szolnoki járási ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó, súlyos testi sértés büntettének kísérlete és kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat azzal a karateedzővel szemben, aki idén nyáron egy gyermektáborban felrúgta a rábízott 8 éves kisfiút. A vádirat szerint 2024. július 11-én 4 gyermekfelügyelő társával a szolnoki kalandparkban 38 gyermeket táboroztatott, mint táborvezető. A sértett kisgyermek a földön ült és sírt, miután az egyik gyermektársával összeveszett, amit a vádlott észlelt, odalépett hozzá és felszólította őt arra, hogy hagyja abba a sírást. Miután a gyermek ennek nem tette eleget, őt a hóna alá nyúlva elvitte a futópályára, a futópálya közepére, azért, hogy őt megfenyítse. Ekkor a küzdősportokban jártas férfi a gyermek vállát a föld felé nyomta, majd hátulról nagy erővel mindkét lábát kirúgta. A gyermek ennek következtében elveszítette az egyensúlyát, megpördült a levegőben, és először a bal karját, majd a fejét ütötte a futópálya szélébe, majd a bal oldalára esve érkezett a földre. A síró, földön fekvő gyermeket a vádlott ott hagyta, ellépett tőle, miközben azt mondta neki, hogy hisztizzél, csak hisztizzél, mint egy kislány, majd mégis álló helyzetbe rántotta, és egy vizes kulaccsal elkezdte locsolni az arcát, miközben azt mondta neki, hogy mi vagy te kislány, sírjál. Ezután a fejét is hátrahajtotta, és azt is lelocsolta vízzel. Mindezt a kalandparkban lévő többi gyermek is látta. A vádlott a cselekményével veszélyeztette a kiskorú érzelmi fejlődését, továbbá az ő és a gyermek testi adottságai közötti különbségekre, valamint a bántalmazás módjára figyelemmel fennállt a maradandó fogyatékosságot eredményező sérülés bekövetkezésének reális lehetősége is. Az ügyészség a vádiratában arra az esetre, amennyiben a férfi az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri, 2 év 6 hónap börtönbüntetés kiszabására, 3 év közügyek gyakorlásától eltiltásra, valamint arra tett indítványt, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el a férfit minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek során 18 éven aluli személy gondozását, nevelését, gyógykezelését, felügyeletét látná el, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülne. A férfi elismeri a cselekmény elkövetését, azonban ő és a védője is vitatják azt, hogy ezzel kimerítette volna azokat a bűncselekményeket, amelyeket az ügyészség a terhére rótt a vádiratban. A védelem álláspontja szerint a férfi cselekménye garázdaságnak minősül. Az ügyben a szolnoki járásbíróság fog dönteni.